Többek között a Transform című újság is így jelenik meg, tehát az Európai Baloldali Párthoz köthető folyóirat, ami már magyar nyelven is elérhető, 2009-2010-es szám is megjelent magyarul, általam említett honlapokon elérhető. Ez ilyen évente megjelenő? Hát évente egyszer-kétszer megjelenő, nagyon... Látom, hát igen, nem olyan vastag, de azért... Igen, ez is egy elméleti, de nagyon... Egy újság jelleg, inkább ilyen könyv, vagy folyóirat. Folyóirat-szerű dolog. Vannak magyar vonatkozásai, és természetesen elsősorban európai vonatkozásai, csak mi... Ezeket ilyen könyve újságárusoknál, vagy akár... Nem, mi internetes terjesztésen, tehát meg a saját közösségeinken keresztül terjesztjük. Van e-mail cím, amit most én lehet, hogy fejből nem fogok tudni mondani, de az is lehet, hogy be tudom diktálni. Azt mondja, hogy bizony, egyszerű, transform@mailbox.hu címre, aki ír egy levelet, az megrendelheti. Az megrendelheti, vagy meg tudja, hogy hol lehet ehhez hozzájutni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ahogy ez a rádió és internetes rádió, az internetnek rendkívül nagy jelentősége van a társadalmi ellenállásban. Tehát ez, amit nem lehet cenzúrázni, próbálnak, tudom, hogy mondják, hogy Kínában, higgyétek el, Kínában sem tudják úgy cenzúrázni, hogy szeretné a hatalom, és ugyanez igaz ez a világ minden pontján. Hát már rájöttek, nem a cenzúra kell, hanem ugye az internet is az a baj, hogy egyre inkább központosodott. Annak ellenére, hogy ez egy decentralizált rendszerként indult, meg az volt a lényege annak idején. Ehhez képest most eléggé centralizált, néhány ilyen közösségi oldalon keresztül kommunikálnak az emberek egymással, ahelyett, hogy közvetlenül e-mailt meg csetelnének, meg akármit csinálnának. Ha jól megreklámoznak egy-két oldalt, akkor persze, hát elsőben mindenki indexet olvasom. És mondtam valamit, mert azt hallottam, mert tudja, hogy oda kell menni. Hát persze sokkal olcsóbb, hogy mondjam, most sokkal könnyebb eljutatni nagy közönséghez olyan internetes oldalakat, ahol olyan tartalomhoz lehet hozzájutni, amit máshol nem engednek, mint korábban mondjuk szamizdatot kinyomtatni, de azért ez egy kemény munka ennek ellenére, de legalább tudunk olyan internetes rádiót csinálni, tudunk olyan internetes újságot csinálni, amiben azt írunk és azt mondunk, amit akarunk. És még nem kopogtatnak itt az ajtón, ugye a stúdió ajtaján, de ha kopogtatnának, akkor meg lehet oldani máshol. Bocsánat, ne felejtsd a szavad, mert pont most mondtam Attilaiknak, biztos te is hallottad, hogy azért a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke jobbikos lesz. Tehát. Igen. Azóta üzenjük azoknak, akik nem jó szándékukból hallgatják ezt a műsort, nagyon szívesen hivatalból, nagyon szívesen nekik is elmondjuk külön, ha kérik, volt már erre példa, lesz is példa, nem lehet bennünket természetesen ezekkel megijeszteni, mint ahogy a görögöket sem lehet megijeszteni, meg félrevezetni olyanokkal, mint amelyekkel minket, magyarokat próbáltak. Ugye volt egy nagyon sajnálatos esemény, egy görög bank alkalmazottai meghaltak. Három alkalmazott meghalt itt a országos sztrájk napján, május 5-én. Pont ott voltunk a nagykövetség előtt a demonstráción, amikor interneten érkezett a hír, hogy hát hárman meghaltak egy tűzesetben. Na most Magyarországon is, persze Görögországban is a politikai elit, nem is jó ez nem elit. Ez nem a társadalom elitje, ez az, akik bitorolják, szó szerint bitorolják a hatalmat. Szóval megpróbálták ezek a hatalombitorlók úgy bemutatni, mintha a sztrájkolók, tehát az ellenállók, a megszólítások ellen tüntetők és sztrájkolók lennének a hibásak, és hát ugye megpróbálták lejáratni őket ezzel a dologgal. Most azt tudni kell, hogy a hatalom mindig is érdekelt volt abban, hogy beépítsen provokátorokat az ellenállásba. Én személy szerint voltam Görögországban olyan óriási tüntetésen, ahol láttam a saját szememmel, amikor ilyen fekete csuklyás, ilyen 50-100 fős csapatok egyszer csak megjelentek a semmiből, valahonnan szervezett módon, és egy békés, méltóság teljes, óriási nagy demonstráció kellős közepén gyakorlatilag erőszakot provokáltak, tehát bedobtak ablakokkal, fölgyújtottak autókat. Ugye, hát ez mindenki tudja, hogy ez akkor, amikor százezrek vannak innen az utcán, tüntetnek, országos sztrájk van, a nép ellenáll, akkor egy ilyen esemény az nem a sztrájkolók érdekeit szolgálja. Ezt amúgy érdekes módon hivatkoztam már egynews.hu-ra és egy anarchista
álláspontra, ők is fölteszik a saját köreikben a kérdést, bár az is fölmerült pont az anarchisták részéről, hogy nem is biztos, nem hogy anarchisták voltak, hanem fasisták, mert hogy ugye anarchisták évek óta robbangatnak előre bejelentett módon pont azért, hogy kiküszöböljenek ilyen dolgokat, tehát hogy még ez is fölmerült, hogy esetleg fasiszta csoportok követték el ezt, mert hogy januárban is volt valami ilyesmi, ahol bizony ugyanúgy megsérültek, mert hogy csak így úgymond dur bele módon, de hogy ők is föltetszik ezt, mint taktikai kérdés, úgymond, hogy valóban akkor, amikor több százezer ember ott van velünk, és vonul velünk, és ők idézik őket, hogy azt skandálták, hogy gyújtsuk fel a parlamentet, meg a rendőröket szíttek, de hogy akkor mivel érünk el többet, hogy, vagy jelente az valami pluszt, hogy most ég egy bank, és főleg ilyenkor, amikor nem tudni, hogy most vannak bennem. Tehát, hogy most nagy ilyen, úgymond ilyen önvizsgálat, önkritika van, akár azért, ha mondhatjuk így külön a anarchista mozgalomban is, illetve hát nem tudom, hogy erről vannak-e információid, vagy hogy ott a nyomozás mit derített ki, vagy hogy mik a hírek, hogy ezt kik követték el, vagy ez így... Nem ennyire azért nem gyors a rendőrség Görögországban sem, de bátran állítom, hogy nem anarchisták csinálták. Tehát ezt én mondom, én külföldön több alkalommal voltam, hosszú évek óta megfigyelhető forgatókönyv szerint zajlik ez a dolog. Ez egészen biztosan szervezett, vagy a hatalom által szervezett dolog. Ezzel próbálják lejáratni minden, nem csak Görögországban, Olaszországtól kezdve. Hát ez vagy az akár, összes... ahogy az 1800-as években a szakszervezeti sztrájkoknál, meg munkásgyűléseknél ugyanúgy azért provokáltak ott verekedéseket, meg egymással, amikor meg jól rá lehetett menni, botozni a népre. Mert... De hát ennek van egy megható vonzata is, ugye, tehát azt gondolhatták sokan, mert úgy állították be, hogy azok, akik meghaltak, hát ők nem sztrájkoltak, ők bent voltak a bank épületében, és hát ők a másik oldalon voltak, nem. Ezek az emberek is ugyanúgy, tehát banki alkalmazottak voltak, csak ugye a sztrájk nem csak úgy működik, hogy otthon maradok és nem csinálok semmit, tehát vannak bizonyos munkák, amit akkor is el kell végezni, hogy a sztrájk van. Sőt, a sztrájknál is arról szól, hogy be kell menni, így csak bennem beszélni fel, úgymond a munkát. Ezek a széken, akik meghaltak, ők maguk is részt vettek a sztrájkban, és a szakszervezetük, tehát ők maguk szakszervezeti tagok voltak, ők a szakszervezetők plusz egy sztrájkot szerveztek azért, hogy tiltakozzanak az ellen, amit az ő halálukból megpróbált a hatalom propagandát csinálni. Ez most Magyarországon ez egy különleges mondat azért, hogy banki alkalmazott szakszervezeti tag. Szerintem Magyarországon egy személy nincs van, ilyen. Van ilyen banki alkalmazottak szakszervezete. Van. Persze. De hát jó. Náluk az irodai munkás nem jellemző a szakszervezeti részvétele. Így van. Magyarországon tényleg gyenge ez a dolog, de azért dicsérjük meg a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségét, akik tényleg nagy, teljes messzélességet kiálltak hát amennyire az adott helyzetben is, amilyen gyorsan jött a fölkérés, mert ugye nem az volt, hogy egy hónap volt a szervezésre, hanem mondjuk másfél nap, mert hát így alakult, így hozta a helyzet, és tényleg a vezetés legfelsőbb szintjén kiálltak. Igaz, az Európai Szakszervezeti Szövetségnek az álláspontját képviselték, tehát ők sem csak a magyar szakszervezeteket képviselték ebben az ügyben, hanem egy egész európai szövetséget. Szóval reményeink szerint azért a magyar szakszervezetek is egyre harcosabbak lesznek, és hát ők is megértik azt, hogy itt nincs mese, itt már jópofáskodás, meg tárgyalások, meg fehér asztal körüli kólázgatása, meg nem fognak megoldódni az ügyek.